Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tegnap volt egy ötletem, és ma úgy gondoltam, én ezt most megvalósítom. Mégpedig másképp rakom most ki a kártyákat. Először is látható itt a Lenormand kártyák világa, az 1-es számtól a 36-ig így sorjában. És minden kártya utal egy élet területre, ugyanúgy, mint az asztrológiánál a házak jelentenek bizonyos élet területeket. Itt a szívnél például szerelemről van szó. És a kezemben van egy másik kártyacsomag, ahol én kivetem most ezekre a témákra a kártyát. Tehát másképp elemezzük ezt a nagy kirakást. Itt az első kártyánál például mozgásról van szó. Ez minden lehet, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások. Valami vagy valaki útban lehet hozzád. Ez a kártya gyakran jelent egy férfit is. Nem a lelki társadat, hanem egy másik férfit. És most megnézzük ennél a lovas férfinél, hogy miről van szó. És erre kivetem most a kártyát. Itt látható a lilium. Itt tiszta gondolatokról, tiszta érzelmekről van szó. Tehát valaki közeledik hozzád jó szándékokkal, tiszta érzelmekkel. A lilium virág néha jelenti a szexuális témákat is, hogy ez a férfi közeledik hozzád, és ezek az elképzelései. Itt látható az élet útait, még vannak a kövek, tehát nehézségek. Néha ez utal a félelmekre is. Mi okoz számodra vagy számára nehézségeket? Itt a kaszánál döntésekről van szó, amikor valami lezárul. Lehet, hogy ez most egy nehéz döntés. Persze a kasza tud segíteni is, elvágja a köveket, elvágja ezeket a nehézségeket, és így javul a helyzet. Itt látható a hajó. Ez lehet a remény, vagy lehet egy utazás, külföldi kapcsolatok. Ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Amikor itt az utazásról van szó, néha jelent egy belső utat, egy lelki kapcsolatot. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Lehet, hogy most ez itt nyilvánosságra kerül, hogy lesz egy utazás, vagy egy közös életút, sőt, megvan ahhoz a remény, hogy sikereid legyenek, mert megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok, vagy, mint említettem, internet kapcsolatok is. A ház jelenti a te otthonodat, vagy a családot, lehet egy ingatlan is, vagy lehet arról is szó, hogy szeretnél kiépíteni valamit. És megnézzük, hogy mit mutat a másik kártya ezen az életterületen. Itt van a házhoz a kulcs. Valamit le tudsz zárni, és ha vannak olyan tervek, hogy legyen egy ingatlan, ennek a vásárlása vagy bérlete, akkor itt már megvan hozzá a kulcs, tehát nyithatod az ajtót ehhez az ingatlanhoz. Ami a családot illeti, az lehet, hogy valaki zárkózott, valaki nyitott, de jelenti azt is, hogy ebben a környezetben légy magabiztos. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni.
A fa jelent egészségügyi témákat is. Például, hogy valaki beteg a családban, vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol. A fa jelenti a türelmet is, hiszen a fának is szüksége van ahhoz, amíg gyümölcsöt hoz. Lehet, hogy vannak itt tervek, de még ez idő kérdése, amíg ez megvalósul. Itt barátságokról van szó, tehát itt lehetnek stabil baráti kapcsolatok. Az is lehet, hogy van egy kutya vagy egy cica az otthonodban, és az most betegeskedik, tehát erről is lehet szó. Vagy ezen a területen dolgozol, ilyen egészségügyi témákkal foglalkozol, és itt kialakulnak barátságok. Itt látható a felhő, tehát valami átláthatatlan. A felhő jelenthet fél évet is, például a múltat, vagy mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, vagy miről van szó, mi az, ami átláthatatlan. Itt látható a korbács, és ez bizony fáj. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami számodra átláthatatlan, ez lehet egy munkahelyi viszony, lehet a párkapcsolat, akkor az neked olyan fájdalmas, hiszen nem tudod hogyan tovább. Az is lehet, hogy valaki így eltitkol előled valamit, nem látsz át a dolgokon, és ezzel akar valaki téged szándékosan megbántani. Itt látható a kígyó, jelenthet változásokat, megújulásokat, vagy a gyógyító erőt, de ez a kígyó lehet egy hölgy is. Mi a kapcsolat ezzel a hölgyel? Megnézzük, mit mutat a másik kártya. Ez egy munkahelyi viszony, hiszen ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást. A kígyó lehet egy kolléganő, vagy egy főnöknő, viszont a kígyó jelenthet gyógyító erőt is, hogy például az a hivatásod, ezen a területen szeretnél dolgozni. Itt látható a koporsó. Ez lehet egy örökösödési ügy, vagy régi témák, régi kapcsolatok. A koporsó azt is jelentheti, hogy szeretnél valamit lezárni. És miről van szó konkrétan? Itt a ház, az jelenti a családi kapcsolatokat. Lehet, hogy itt van egy örökösödési ügy, és ingatlanról van szó. Az is lehet, hogy szeretnél egy régi típusú házat bérelni, vagy vásárolni. Vagy az is lehet, hogy egy régi kapcsolat visszatér hozzád, és lesz egy látogatás. Itt a virágcsokor, az jelentheti a természetet, a kertet, a virágokat, vagy a te szépségedet, egy kreatív tevékenységet. A virágcsokor az lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is. És itt a csillagok szerencsét hoznak. A virágcsokor és a csillagok együtt jelenthetnek egy kreatív tevékenységet, ami szerencsét hoz, vagy jelent egy spirituális területet. Itt a kasza látható, és a kasza az vagy elvág valamit, vagy azt is jelentheti, hogy valami olyan hirtelen történik, amikor nem vagy rá felkészülve. Itt látható ez a virágcsokor, ez egy meghívás, vagy egy kellemes meglepetés, egy ajándék, és olyan pillanatban kapod meg, amikor erre nem is számítasz. Itt az ostor azt jelenti, ami fáj. Vagy vannak fájdalmas emlékek,
vagy valaki megbántott téged, vagy valaki szeretne téged tudatosan megbántani. Megnézzük, hogy miről van szó. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ahol problémák, nehézségek, viták vannak, vagy azt is jelentheti ez a torony, hogy fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben, mert valaki megbántott téged, és te nem akarod védeni magadat, vagy nem akarod te őt megbántani, de nem tetszik neked ez a helyzet, ez a torony fogva tart. Itt látható a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás és a kommunikáció. Itt szintén a levegő eleme van, itt szintén a mozgás és a kommunikáció látható, tehát ami a beszélgetéseket illeti, egy hangban vagytok. A gyermekek jelenthetik a gyermekeket, vagy az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, vagy jelképezhetnek egy új kezdetet. Itt van a felhő. Ha tervezel egy új kezdetet, akkor előfordulhat, hogy valami még átláthatatlan. De a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Ez lehet a múlt, hogy valaki visszatér hozzád, vagy lehet a jövő, hogy fél éven belül tervezel egy új kezdetet. Itt a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat vagy érzelmeket, mint például félelmeket, de az is lehet, hogy valaki figyelget téged, vagy figyeli őt, valaki rossz indulatú. Megnézzük, hogy mit mutat a másik kártya. Itt lehet egy rossz hír, hogy valaki meg akar bántani téged vagy őt. Az is lehet, hogy valaki figyeli őt, hogy kap-e egy e-mailt, hogy milyen kapcsolatai vannak. Az is lehet, hogy itt van egy szerződés, és légy óvatos, mert valami nem stimmel. Itt ez a medve jelentheti a te erődet, hogy be tudod bizonyítani magadat, vagy lehet a belső erőd, a hited is. De ez a nagy medve néha egy személyt jelent, akinek szava van. És megnézzük, hogy pontosan miről van szó. Itt ez a gyűrű jelenti a kapcsolatokat. Legyen meg ez a belső erőd, ez a hited, hogy itt kialakul egy tartós kapcsolat. Ez lehet egy párkapcsolat. Néha a gyűrű jelent bizonyos szerződéseket is, és itt be tudod bizonyítani magadat. Vagy egy bizonyos személytől kapsz egy ajánlatot, egy szerződést. Itt a csillagok szerencsét hoznak, vagy jelentik a spirituális területet. Itt lesz egy változás, egy szerencsés fordulat. Vagy, ha a spirituális területen dolgozol, ami szerencsét hoz neked, akkor itt lesznek változások. A négy levelű lóhere. Mihoz szerencsét? Itt ez a kártya jelenthet bizonyos régi kapcsolatokat, vagy régi témákat. Ha valaki visszatér a múltból, szerencsét lesz. Az is lehet, hogy van egy örökösödési ügy, és itt is megvan a szerencse, hogy megkapd azt az örökségből, ami neked jár. A kutya jelentheti a házi állatokat, vagy a barátokat, esetleg a hűséget. Itt a medve adja az erőt, vagy a házi állat
adja számodra az élet erőt, hiszen megvan ez a szép kapcsolat, vagy az is lehet, hogy a baráti körben valaki erőt ad számodra, vagy megvéd téged, de ez a medve néha annyira erős, hogy parancsolgat, előfordulhat, hogy a baráti körben, az ismerősöknél valaki van a közeledben, aki neked parancsolgatni akar. Itt ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, azt is jelentheti, hogy te szeretnél valamit megnagyobbítani. Néha úgy hat ki, mint egy labirintus, amikor fogva érzed magad ebben a toronyban, és keresel egy kiutat. Itt a kígyó lehet egy mellékút, hogy mellékutak által lesz a megoldás. Az lehet, hogy ez a kígyó az egészségügyi témákra utal, a torony lehet ezzel együtt egy kórház, vagy valaki beteg a családban, vagy ezen a területen dolgozol. A kígyó az lehet egy nő is, és emiatt a nő miatt vannak nálad félelmek, és benne érzed magadat ebben a labirintusban, mert ez a nő mindig beleavatkozik a dolgokba. Itt látható ez a park, az jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Itt van egy kapu, és itt feltehetjük a kérdést, hogy kinyílik-e ez a kapu, vannak-e lehetőségek, és milyen lehetőségek. Itt látható a gyermek, az lehet, hogy a gyermeked a középpontban áll, megkapja másoktól az elismerést, vannak lehetőségek, hogy javuljon valami a helyzeten. A gyermek jelenti a fiatalos kisugárzást is, hogy megvan nálad ez a fellépés a nyilvánosságon, és mások bókolnak neked. Amit a gyermek még jelenthet, egy új irány, egy új kezdet, és mindez a nyilvánosságon. Itt látható ez a nagy hegy, ez lehet hegyvidék is, például egy kirándulás a hegyekbe, de jelentheti a problémákat, az akadályokat. Itt a halaknál az anyagiakról van szó. Lehet, hogy pénzt adsz ki erre a kirándulásra, vagy az is lehet, hogy ami az anyagi helyzetet illeti, itt vannak még kiadások, ez nyomaszt téged, itt vannak még problémák. Ez az út, a jövő, itt kivirágzik valami, és megnézzük azt, hogy hol van sikered. Ha te egy hölgy vagy, akkor a te saját életutadon itt szerencse lesz, hiszen kivirágzik valami a jövőben. Ha egy férfi vagy, akkor ez a hölgy szerencsét hoz neked. Itt vannak az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ez lehet egy kiadás, lehet, hogy eltűnik valaki az életedből, de az egerek gyakran segíteni is tudnak, hiszen eltávolítják a nehézségeket, vagy a félelmeket. Itt a mozgás, ahol az akadály van, hiszen néha úgy érzed, hogy az egerek eltávolítják a mozgást, és nem mennek előre a dolgok. Ez a férfi lehet, ez a lovas férfi lehet természetesen egy férfi is. Itt nem a társadról van szó, hanem egy másik férfiről, valaki a családból, vagy egy barát, vagy egy kolléga, és lehet, hogy ez a férfi eltávolodik az életedből. Itt szeretetről, szerelemről van szó.
Itt a fa jelent egy stabil párkapcsolatot, ahol le tudtok gyökerezni. Ennek a fának van gyógyító ereje is, szívgyógyulás kihat a szerelemre. De azt is jelentheti, hogy valaki szívbeteg, és itt lesz gyógyulás. Itt a gyűrűk jelentik a kapcsolatokat, vagy a szerződéseket. Itt vannak még nehézségek, erre utal ez a szikla. Az is lehet, hogy van egy lelki társad, és ő még egy házasságban él, amit a gyűrűk jelenthetnek, és az ő házasságában megvan ez a hideg, rideg tartás, és nehézségek vannak. Itt a könyvek jelenthetik a tudást, a továbbképzést, vagy azt, hogy valaki eltitkol előled valamit, jelentheti az ő zárkózottságát is. Itt újra a könyv jelenik meg, tehát ez egy fontos téma lesz nálad a közeljövőben. Ez jelenti a tudásodat, a továbbképzést, azt is jelentheti, hogy légy kicsit zárkózott. Itt a levél lehet egy hír, de lehet szerződés is. Egy fontos hír útban van hozzád. Az utak kereszteződnek, ez lehet egy találkozás is, hogy ő ír neked, mert találkozni szeretne veled. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a te lelki társadra. Itt a férfi újra megjelenik, tehát megvan ez az erős, férfias kisugárzás, és ha a lelki társadról van szó, akkor nagyon nagy hatással van rád. Itt megjelenik ez a hölgy, utal ránk hölgyekre. Itt süt a nap, megvan ez a gyönyörű kisugárzás, ez a fellépés. Azon kívül mi hölgyek most tisztán látjuk a dolgokat. És a nap, még ez a hölgy, nagy hatással van erre a férfire. Ezen a képen látható, hogy tisztázódik valami, előre folyamodnak az események. Itt egy utazásról, vagy külföldi kapcsolatokról van szó. Ez lehet internet kapcsolat is. Vagy megvan arra remény, hogy tisztázódjanak bizonyos dolgok. Itt van a nap, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és mellette megjelenik a hold, az éjszaka. Ez jelenti a férfias és a nőies energiát is, azon kívül az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, alatta a nap megvilágítja ezt, az az ő vágya, az álma, hogy lásson téged. És itt a hold jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Itt az egerek el tudnak valamit távolítani. Lehet, hogy most nincs kapcsolat az anyukáddal, vagy voltak problémák, és az egerek segítenek ezeket a témákat lezárni, eltávolítani. Az is lehet, hogy vannak vágyak, álmok, elképzelések, de az egerek megjelennek itt, és megvan a félelem, hogy ez az álom nem fog megvalósulni. Itt a kulcs jelenti a magabiztonságodat, vagy ezzel a kulcssal le lehet zárni valamit, ki lehet nyitni valamit, jelenti az zárkózottságot, vagy a nyitottságot. Itt a sors utakról van szó, és a kulcs azt jelenti, légy magabiztos, légy biztos abban, hogy a sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Itt látható a szeretet, meg a szerelem, ez jelenthet
egy párkapcsolatot, ahol megvan az anyagi segítség, vagy a halak jelenthetik a belső értékeket is. Ő szeret téged, te értékes vagy számára. Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni. De jelenti a munkát, a hivatást is. Most két kártya van a kezemben, tehát az egyiket ide teszem a kettő közül, és az azt jelenti, hogy szerencse lesz, ami a biztonság érzetét illeti, vagy szerencse a munkát, vagy a hivatást illetően. Az utolsó kártya itt van a keresztnél, és megjelenik a ravasz róka. Néha elveszíted a hitedet, és vannak negatív gondolatok, hogy ebből úgysem lesz semmi, vagy vannak negatív érzelmek, félelmek, és ez a ravasz róka erre utal, vagy azt is jelenthetik a képek, ha a döntésekről van szó, hiszen eléred az élet utadon ezt a kereszteződést, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, vizsgáld át a dolgokat, nehogy rossz döntéseket hoz. Ezért óvni tud a ravasz róka ebben a helyzetben. És ez volt a jóslás, más, mint ahogy máskor szoktam csinálni. Hát leírhatod a kommentárba azt, hogy tetszett-e, igen vagy sem. Ez egy általános kivetés, de ez a jóslás megrendelhető. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rád!